Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Szügyi Kutyás Klub bemutatóján. Először is bemutatnám a csapattagokat, balról jobbra haladva. Először is Évit látjátok, pont a nevejük Golden Retriever pajtájú 2 éves szuka kutyájával. Kapcsoljuk meg! Következő Niki, Zeus nemű, német juhász pajtájú 3 éves kankutyájával. Kutyaiskolánk vezetője Zoli, Zeus nevű német juhász pajtájú 3,5 éves kutyusával. Végül, de nem utolsó sorban Mónika, Boszkó nevű 3 éves kankutyájával. Bemutatom 3 részből fogni. Először fegyelmező, majd ügyességi, végül őrzővédő gyakorlatokat mutatunk be. Most láthatjátok Évit és Mónikát különböző ügyességi feladatok bemutatása közben. A kutyusok köszöntenek benneteket, kacsiadással és különféle gyakorlatokat mutatnak majd be, hogy lássátok, hogy a kutyák milyen összhangban tudnak dolgozni. Ezek után láthatok tőlük egy kis engedelmességi gyakorlatokat, most először Boszkótól. Futás közben állítást, fektetést, ültetést fogtok látni, és majd egy behívást is. Ezek közben láthatjátok, hogy Zeus fekszik a pályán, és figyelmezetten nézi a gazdáját. Láthatjátok, hogy a kutyák csak a saját gazdájukra figyelnek, és nem foglalkoznak a közvetlenül mellettük dolgozó társukra. Tudni kell, hogy ezek a gyakorlatok az IPO 3-as, tehát a legmagasabb szintű vizsgák részei. A kutyáktól láthattok majd kéz és hangjel alapján való ültetést, állítást és fektetést is. Ezeket a gyakorlatokat akár 30-20 méterről is végrehajtják a kutyák. Most pedig aportozást láthattok, amiben a kutyának figyelnie kell az aportot, parancsra vissza kell hozni a gazdájához. Kikapja a parancsot hozzám, és a gazdája elé kell vinni. Tapsoljuk meg őt! Ő is végrehajtani. Ő sípjellel fog végrehajtani a feladatokat. Ugyanúgy ültetés, állítást és fektetést fogtok látni tőle. Fantáról még tudni kell azt, hogy egy working tesztet nyert, ami a fajtájának megfelelő verseny. Nagyon sok kutya közül lett ő az első. Láthatjátok, hogy kézjelre is ugyanúgy megcsinálja a kutyus a feladatot. Tapsoljuk meg őt! Most egy behívást láthattok, egy ültetés. Most pedig aportozást fogtok látni tőle is. Láthatjátok, hogy közben Zeus fegyelmezetten fekszik. Neki ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen szívesen szaladgálna ő is, és hajtaná végre ezeket a feladatokat, de mivel a gazdája kiadta a parancsot, hogy marad, ezért ő ott marad. Tapsoljuk meg őt! Kutyáktól szintén láthattok majd ültetést, fektetést, állítást helyben maradással, és végül egy behívást, mindezt együtt, közösen. A kutyaiskoláról tudni kell, hogy 1997-től működik, és ez alatt nagyon sok kutya került kiképzésre. A kutyasuliba a legkülönbözőbb fajtájú kutyával szoktak eljönni, a csivavától kezdve az új fullandiék, és ezek nemtől és fajtától függetlenül különböző kiképzési stílussal. Közben megemlíteném, hogy ebben az évben áprilisban a kutyaklubunk közösen a jászberényi kutyásokkal egy világbajnoki selejtezőn vett részt,
az Országos Rendőrkutya Bajnokság és a Német Juhászkutya fajta kiállítást rendeztek együtt Jászberényben. Erről bővebben a pandok.hu weboldalon kaphattok információt. Ezen a rendezvényen indulóként is részt vettünk külföldi SV belga, német, olasz bírók előtt, holland segédekkel. Eredményes vizsgát tettünk. Ennek következményeként a holland segédek azóta meghívtak magukhoz Rotterdamba tréningezni. A kutya feladata a játék kiszimatolása és megtalálása. Tudni kell, hogy ezzel a feladattal tanítják meg a drogkereső kutyákat is, de ebben az esetben a játékokat a drog illatával átitatott anyaggal rejtik el. Láthatjátok, hogy nagyon ügyesen megtaláltam. Tárgyakat fogjunk elhelyezni a pályán. Évi ki fogja adni Fantának a parancsot, rámutatva különböző tárgyakra, hogy azokat hozza vissza neki. Tapsoljuk meg őt! Láthatjátok, hogy a kezével és a hangjával is jelzi neki, hogy melyik tárgyat kell neki visszahozni. Következőkben láthattok egy 11 hetes német juhász kiskutyát. Azt szeretnénk bemutatni, hogy a T-hittel ellentétben a kutyákat egészen kicsi, 8 hetes koruktól lehet tanítani. Ekkor még jutalomfalattal, illetve sok dicsérettel. Láthatjátok, hogy ilyen fiatalon is meg tudja tanulni a kölyök a pórázon való lábmellettjövést, ülést, fektetést, állítást, illetve rövid szakaszon behívást. Ezek a mozzanatok nagyon fontosak, mert a kölyök kutya, amit most megtanul, soha nem fogja elfelejteni. Ez az időszak az úgynevezett bevésődési időszak, amikor kényszer nélkül tanul a kutyus. Tapsoljuk meg őt! Ezeket a gyakorlatokat nem minden kutyussal hajtjuk végre egyformán, hiszen korukból adódóan csontozatokat nem lehet egyformán terhelni az akadályok leküzdésével. Tudni kell, hogy az átlagos kutyus nem szeret sem ugrani, sem mászni, így ezeknek a gyakorlatoknak a megtanítása is hosszadalmas és fárasztó a kutyák és a gazdik számára is. Ezekre nem azért van szükség, mert látványosak, hanem azért hasznos megtanítani a kutyának, hogyha esetleg egy bűnözőt kell ártalmatlanná tenni, ne rettenjenek meg semmilyen az útjukba álló akadálytól, azokat könnyen le tudják küzdeni. Előfordulhat, hogy a kutyusok nem szívesen hajtják most végre a feladatot, hiszen nagyon vizes a pálya. Tapsoljuk meg őket! Most pedig megnehezítjük a kutyusok dolgát. Mint tudjuk, a kutyusok többsége fél a tűztől, és a túl magas akadályokat is szívesen kikerülik, de most bemutatjuk, hogy Zeus és Boszkó még a tűztől és a 2 méter magas falánk átmászásától sem riad vissza. Nem kell megijedni, a tűz nem égeti meg a kutyusokat. Tapsoljuk! Az első ilyen gyakorlatsorozatunk az élelem megtagadás. Ez nagyon fontos a gazdi és a kutyája életében is egyaránt. Szeretnénk egy önként jelentkezőt. Elmegy.
Ez egy igazi kolbász. Szeretnénk, hogy kínáld meg az összes kutyát vele. Ez azért nagyon fontos a kutya életében, hiszen nem szabad elfogadni az élelmet más embertől, csak a saját gazdájától. Hiszen az akár lehet mérgező is. És aki kutyust éveken át nevelgettünk és szeretgettünk, akár bele is pusztulhat egy ilyen mérgezett falat. Szóval olyan, mint egy négylábú fegyver. Ezeket az őrzővédő gyakorlatokat bármelyik rendőrkutyának is becsületére válna, hogy végrehajtsa, de Zoliról tudni kell, hogy egy rendvédelmi szervhez tartozott. Tapsoljuk meg őt! Látjátok? Zeuszt láthatjátok csibészelni, ez az ütés nem fáj neki, hiszen az egy nagyon puha gumibot nála. Közben pedig Boszkót láthatjátok fegyelmező gyakorlatok végrehajtása közben. Tapsoljuk meg őt! Láthatjátok, hogy Zoli váltakozva foglalkozik a kutyákkal, és közben az ő kutyus az Zeusszal figyelmezetten fekszik. Következő hasonló gyakorlatban Zeus és Boszkó egymás mellett fekszik, miközben Zoli fenyegeti őket, de csak az a kutya támad, amelyik parancsot kap. Tapsoljuk meg őt! Boszkó pedig fegyelmezetten fekszik, és Fanta pedig ügyességi feladatokat hajt végre. Tapsoljuk meg őt is! Láthatjátok, hogy mindegyik kutya milyen ügyesen csak a saját gazdájára figyel. Láthatjátok, hogy Fanta sem foglalkozik a két másik kutyusával, csak a saját gazdájára. Következő helyzetben a segédet két kutyus fogja ártalmatlanná tenni. Ezzel azt szeretnénk bemutatni, hogy a kutyusok munka közben csak a segédre koncentrálnak, és nem foglalkoznak a közvetlenül mellettük dolgozó társukra. Tapsoljuk meg őket! Jutalom pedig a védőkar megszerzése és elcipelése. Elbújik a sátor mögött, Boszkó megkapja a parancsot, fürkész, s hangadásra kell jeleznie, ha megtalálta. Megkapja majd a parancsot lábhoz, kikísérik a segédet a sátor elé. Fegyelmezetten kell figyelni a kutyust, és most egy menekülést fogtok látni. Tapsoljuk meg őt! Amint a segéd mozdulatlan marad, a kutyának keresztenie kell. A segéd fog futni a kutyával, és a kutyának meg kell törni ezt a lendületet. Nem minden kutyával lehet végrehajtani ezt a feladatot, hiszen ez egy nagyon erős feladat neki. Zeusszal hajtjuk végre ezt a feladatot. Tapsoljuk meg őt! Láthatjátok a bűnözőt, amint eltulajdonította a biciklit. Egy kutya elsétáltató gazda pedig ezt észreveszi, és nem tétovázik, cselekszik. Tapsoljuk meg őt! Kedves nézőink, a Szűgyi Kutyás Klub bemutatója ezennel véget ért. Amennyiben tetszett bemutatónk, bármikor ellátogathattok kutyaiskolánk foglalkozásaira, amelyet minden szombaton tartunk a Szűgyi Művelődési Ház udvarában. Köszönjük a figyelmet, amennyiben szeretnék megsimogatni a kiskutyákat, most ez lehetséges.